Közeleg a határidő. Idén is március 31-éig kell befizetni a kamarai hozzájárulást a gazdálkodó szervezeteknek. Bírság is kiszabható. Csak a múlt héten 84 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, pedig tűzgyújtási tilalom van. Ukrán kultúra napja. Mintegy 90 tagot számlál a nyíregyházi ukrán nemzetiségi közösség. Idén is március 31-éig kell befizetni a kamarai hozzájárulást a gazdálkodó szervezeteknek. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A vállalkozás méretétől függetlenül ez egységesen 5000 forint. A kötelezettség közel 30 ezer szervezetet érint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Akik ezt nem teljesítik, azoktól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtási eljárásban szedi majd be az összeg kétszeresét. 2012-től kötelező befizetni az úgynevezett éves kamarai hozzájárulást a gazdálkodó szervezeteknek. Sokan összekeverik ezt a tagdíjjal, ez az összeg azonban még nem eredményez kamarai tagságot is. A vállalkozások méretétől függetlenül a hozzájárulás mértéke egységes, mindenkinek 5000 forint. A befizetésért cserébe egyebek mellett gazdasági, pénzügyi és jogi tanácsadást is kérhetnek térítésmentesen a vállalkozók. Ezért a kamarai hozzájárulásért számtalan szolgáltatással áll rendelkezésre a kamara. Mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét, hogy vegyék igénybe ezeket a szolgáltatásokat, hiszen mi igyekszünk minél több olyan rendezvényt, eseményt, tájékoztatást szervezni, ami a gazdálkodó szervezeteknek az üzleti életét segíti elő. Nyilván itt vannak szankciói a kamarának, tehát hogyha valaki nem fizeti meg a kamarai hozzájárulást, akkor több felszólítás után ez köztartozásnak minősül, tehát a NAV által behajtásra kerül. Az érintettek március végéig személyesen a kamarai pénztárban Nyíregyházán vagy átutalással fizethetnek. Fontos tudni, hogy azok a szervezetek, akik tavaly elmaradtak a befizetéssel és most teljesítik, nem a 2017-es, hanem a korábbi lemaradásukat egyenlítik ki. A NAV-hoz került vállalkozók végül a hozzájárulás dupláját, 10 000 forintot fizetnek majd. Életének 58. évében elhunyt Kozma Péter, korábbi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormány megbízott. A jogász végzettségű politikus 1990-ben lépett be a Fidesz Magyar Polgári Pártba. A nyírkátai helyi szervezet elnöke volt 1999-ig. Az 1998-as országgyűlési választásokon a megyei lista második helyéről szerzett mandátumot. 2002-ben második ciklusát kezdte országgyűlési képviselőként. 2006-tól 2010-ig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke volt, majd 2010-ben újabb 4 évre országgyűlési képviselői megbízást kapott. A megyei kormány megbízotti tisztséget 2014. júliusától 2017. január 15-éig töltötte be. Kozma Pétert váratlanul otthonában érte a halál szombaton. Csak a múlt héten 84 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője arról tájékoztatta televíziónkat, még mindig érvényben van a tűzgyújtási tilalom, így a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos a tűzgyújtás, és nem szabad avart és kerti hulladékot sem égetni. Utóbbit azonban engedélyezheti önkormányzati rendelet, ezért érdemes tájékozódni, hogy egy-egy településen hogyan és miként lehet gajat égetni. Újfehértón, Kisvárda és Ajak között, Nyírgyulaj belterületén, Nyíregyházán, valamint Tyukodon is volt szabadtéri tűz az elmúlt napokban. Az egyik legjelentősebb eset Kemecsén történt, tájékoztatott a megyei tűzoltósági főfelügyelő, ott 6 hektáros területen égett a száraz aljnövényzet szombat délelőtt. Az elmúlt hét során ugrásszerűen megnőtt a szabadtéri tűzesemények száma megyénkben. 84 szabadtéri tűzesemény történt, ez jelentős szám, összehasonlítva azzal az adattal, ami 2016 egészére vonatkozik, amikor is 298 szabadtéri tűz történt, tehát az év 365 napjára vetítve. Úgyhogy arányaiban tekintve az elmúlt hét ilyen statisztika szempontjából kiemelkedő. Március 3-a óta az egész országra vonatkozóan tűzgyújtási tilalom van, az erdőkben és az erdőktől számított 200 méteren belül sem lehet tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken sem. Belterületen, amennyiben önkormányzati rendelet ezt megengedi, továbbra is engedélyezett bizonyos feltételek betartása mellett
az égetés, gondoljunk itt a jó időből fakadó nyesedékek elégetésére. Külterületen viszont a tüzelési hatóság engedélyével lehet égetni. Amennyiben ezeket a szabályokat az engedélykéremre, önkormányzati rendelet betartására, a tűzgyújtás feltételeinek meglétére vonatkozó szabályokat nem tartják be, abban az esetben tüzelési bírság kiszabására is sor kerülhet. 20 ezer forinttól akár több millió forintig terjedhet a bírság, és ugyan a következő napokban csapadékos idő várható, a tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényben marad. Mintegy 90 tagot számlál a nyíregyházi ukrán nemzetiségi közösség. Ők tartották meg hétvégén már hagyományosan az ukrán kultúra napját. A résztvevők egy kis ízelítőt kaptak az este folyamán az ukrán népművészet, festészet, költészet és zene legszebb alkotásaiból. Magyar és ukrán nemzetiségűek is részt vettek a hétvégi ukrán kultúra napján Nyíregyházán. Az ukrán kisebbségi önkormányzat rendezvényén elhangzott, a Kárpát-medencében élőknek nagyon hasonlók a kulturális gyökereik, ám Ukrajna távolabbi részeinek kultúráját is érdemes megismerni az itt élőknek. Ez az ukrán híres költőnk Taras Shevchenko nevéhez kapcsolódik, de mi úgy szoktunk csinálni ezt a rendezvényt, mint ukrán kulturális napok. Versek, ének, festmények, ez mind, ami összekapcsolja ukrán nemzetet, és szeretnénk mutatni Magyarországnak, hogy mi ukránok, akik itt élünk, tudunk összejönni és ünnepelni. A kiállított képek, babák, népi hímzések mellett ukrán verseket és dalokat is hallhattak az este során. Felléptek az ukrán vasárnapi iskola diákjai is. У кого пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. A vegyes házasságból való gyerekek járnak az iskolába, tanulják a nyelvet. Van olyan gyerek, aki valamennyit tud, megtanul írni, olvasni. Van olyan gyerek, aki nagyon jól beszél, de mást nem tud. És így tanítjuk őket. Már 10 éve működik az iskolánk. Sok gyerek nyelvvizsgát tett. Van olyan gyerek, aki Ukrajnába tanul, olyan tudást szerzett, hogy ott tud érvényesülni. És általában nagyon népszerű az iskolánk. A rendezvényen résztvevő ukrán nemzetiségűek szerint az új haza elfogadó, így nagyon könnyű egy más kultúrával Magyarországon élni. A független Herdon János nyerte a vasárnap tartott időközi polgármester választást a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Ópáiban, közölte az MTI. 1447 választásra jogosult adta le voksát, ebből 21 szavazat érvénytelen volt. A település vezetői tisztségért induló 6 független jelölt közül Herdon János 536, Erdélyi Miklós korábbi polgármester 351, Szántó Imre 281, Bazula Sándor 227, Medve László 19, Minárcsik Brigitta 8 szavazatot szerzett. Páskú Károlyra, a Magyar Munkáspárt jelöltjére 4-en voksoltak. Ópáiban képviselőválasztást is tartottak vasárnap, a 6 helyre 37 független jelölt pályázott. A választást azért kellett kiírni a 3000 lakosú településen, mert a képviselőtestület tavaly novemberben feloszlatta magát. Átszakította a szalagkorlátot egy személygépkocsi Tiszateleknél, majd árokba és az útmenti belvízzel vezető csatornába zuhant. A sofőrt, aki feltehetően gyorsan hajtott, súlyos, 8 napon túli sérülésekkel vitték kórházba. Az autó totálkárosra tört, a rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit. 370 résztvevővel idén már 19. alkalommal szervezték meg a Vécsei Vásárhelyi Kamara néptánc és népdaléneklési versenyt Nyíregyházán. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Megszerezte harmadik győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 15. fordulójában lejátszott mérkőzésen Dévényi János együttese 29-22-re verte a Kispestet.
Elvesztette hazai veretlenségét a nyíregyházi kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokság 19. fordulójában lejátszott mérkőzésen a Vasas Akadémia 84-80-ra legyőzte Farkasinszky Gyuláné csapatát. 370 résztvevővel idén már 19. alkalommal szervezték meg a Vécsei Vásárhelyi Kamara néptánc és népdaléneklési versenyt Nyíregyházán. Összesen 102 produkcióval neveztek az indulók, akik három korcsoportban mérték össze tudásukat. A hiánypótló nyíregyházi rendezvény az évek alatt már országosan nőtte ki magát. Ismét eltelt egy év, és ismét itt vagyunk a világot jelentő deszkákon. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötték a résztvevőket a Vécsei Vásárhelyi Kamara néptánc és népdaléneklési versenyen Nyíregyházán. A hagyomány szerint idéni szalagot kötöttek fel azok az iskolák, akik most először szerepeltek a versenyen. Így például többek között a Tápió Szelei, a Gyöngyösi és a Beretyű Újfalui csoportok. Az országos megmérettetést idén már 19. alkalommal rendezték meg, a helyszínt idén is a Múlics Zsigmond Általános Iskola Vécsei Károly tagintézménye biztosította. Ha körülnézek a teremben a sok-sok várakozó arcocska, a táncpedagógusok ismerő sziluettje mind-mind azt mutatja nekem, hogy itt a 19 év alatt sikerült egy nagyon népszerű, nagyon színvonalas és szerethető rendezvényt létrehozunk a vásárhelyével közösen. A versenyre évek óta már a Dunántúlról és a határon túlról is érkeznek csapatok. A táncosok és a népdalénekesek is három korcsoportban indulhattak. Az első csoportban a harmadik, negyedik, ötödik osztályosok, a másodikban a felső tagozatosok, amíg a harmadik korcsoportban a középiskolások mérték össze tudásukat. Ebben az évben is nagyon sokan jöttek, ahogy már ez itt hagyomány nálunk tulajdonképpen, hiszen ez 4-5 éve már, vagy talán több is, hogy minden évben 100 feletti produkciószám nevez a versenyre, ez ebben az évben is így volt, 102 produkcióval érkeznek a népdalosok, illetve a néptáncosok ide a versenyre. Összesen körülbelül 370 versenyzőt fogadunk itt Nyíregyházán, úgyhogy egészen kinőtte magát már a rendezvény, országos szintűvé vált az egykor városi szintű rendezvény. A verseny különlegessége, hogy egy hiánypótló kamara verseny. Az országban ugyanis nincs hasonló, rendszeresen meghirdetett rendezvény. Szerintünk, és nagyon sokak szerint Nyíregyháza a táncnak a világvárosa. Úgy gondoljuk, hogy a művészetoktatásnak az eredménye az, hogy itt egészen aprók 6 éves kortól 22 éves korig nagyon-nagyon sok fiatal ropja. De nem csak Nyíregyházán, hanem a környező településeken is. És nagyon fontos, hogy találkozási lehetőséget biztosítsunk ezeknek a fiataloknak, hogy megnézhessék, hogy a másik táncműhelyben éppen hogyan ropják, milyen új táncanyagot tanulnak, az milyen színvonalon tud a színpadra kerülni. A kicsi gyerekek, akik még sosem voltak színpadon, elkezdik az első lépéseket megtenni. A nyíregyházi megmérettetésen 42 néptáncos és 55 népdalos produkciót láthattak. Országos néptánc tanulmányi kamara versenyt 3 évente rendeznek hazánkban. Idén a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola szervezi ezt majd áprilisban Nyíregyházán. Megszerezte harmadik győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NBA 15. fordulójában lejátszott mérkőzésen Dévényi János együttese 29-22-re verte a Kispestet. A Kisvárda jelenleg a 13. helyen áll az élvonal 14 csapatot szemláló mezőnyében. Gólzáporral indult a találkozó, mindkét oldalon minden lövés utat talált a kapuba, így 10 perc után 8-6-ra vezetett a házigazda. A félidő derekán véget ért a rohanás, és a kapusok is egyre többször avatkoztak játékba. A nagy szünetre 17-13-as kisvárdai vezetésnél vonultak le a csapatok. A folytatásban ellépett ellenfelétől a házigazda, 19-13-nál úgy tűnt, hogy eldőlt a találkozó. A kispestiek azonban nem adták fel, 8 perccel a meccs vége előtt 1 góra felzárkóztak a fővárosiak. A hajrá azonban a hazaiaké volt, az utolsó 6 gólt a vendéglátók szerezték, így végül 29-22-re győzött a bennmaradásért harcoló kisvárda. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, ugye szerettünk volna valóban ettől magabiztosabban nyerni, de az első fél időben valahogy a balszárnyunknak a védekezése az igen erősen kívánni valót hagyott maga után. Ezt a másik fél időre sikerült orvosolnunk, viszont jól is jöttünk ki a másik fél időre, mindjárt 6 gól lett a különbség, ott viszont olyan bosszantó egyéni hibákból hagytuk magunkra visszajönni a Kispestet, aki be is lelkesedett, és
végül is elég szoros közönség szórakoztató mérkőzés volt, aminek tulajdonképpen a végre egy végjáték, amit be mi jöttünk ki jól. A vendégek edzője a vereség mellett azt sajnálta, hogy csapata elrontotta a mérkőzés végét. Az, hogy 7 gól lett közte, azt én nem érzem reálisnak, mert a végjátékban azért egy kicsit úgy elbizonytalanodtunk, teljesen feleslegesen, hiszen 23-22-re hoztuk 51 néhány perc alatt a mérkőzést. Azt gondolom, hogy a két csapatnak a lehetőségeit és a céljait figyelembe véve ez egy jó eredmény itt idegenben. Persze nyilván nem egy vereség, az nem lesz sohasem egy fantasztikus eredmény, de hát azért elolvasva a nyilatkozatokat, hogy 10 gól fölött kell nyerni, meg egyebeket, én azt gondolom, hogy mi ennek azért amennyire lehetett ellenálltunk. Első fél időben elég jól kézilabdáztunk, de ott olyan nyomás alá kerültünk, amit én nem értettem, teljesen feleslegesen. Második fél időben azért kijött az, hogy az egyéni képességek terén azért igen jól áll a kisvárdai keret. Gondolhatunk itt a frissen igazolt magyar játékosokra, vagy gondolhatunk itt Mária Gedröitre, aki nagyon jól szállt be a végén a mérkőzésre. Az NBA tabelláját a Győr vezeti 31 ponttal, megelőzve az egyaránt 25 pontos Ferencvárost is Érdet. A 7 ponttal 13. helyen álló Kisvárda szombaton Érden lép pályára. Elvesztette hazai veretlenségét a nyíregyházi kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokság 19. fordulójában lejátszott mérkőzésen a Vasas Akadémia 84-80-ra legyőzte Farkasinszky Gyuláné csapatát. Az NKS veresége ellenére az élen áll a keleti csoportban. A szegedi vereséget követően javítani szeretett volna az NKS, amely két kulcsjátékosát, Pál Vivient és Fekete Dórát nélkülözni kényszerült a Vasas Akadémia elleni mérkőzésen. A hazaiak jól kezdték a meccset, az első negyedet 6, a másodikat 3 ponttal nyerték Farkasinszky Gyuláné tanítványai. A harmadik negyed ugyan 1 ponttal a fővárosiaké lett, de a záró 10 perc kezdetén még 68-60-ra vezetett a kosársuli. A budapestiek 75-75-nél érték utol ellenfelüket, majd 80-80-nál ismét egyenlő volt az állás. A hátralévő időben már csak a Vasas szerzett pontot, szám szerint 4-et, így oda lett az NKS hazai bajnoki veretlensége. Az utolsó percekben fegyelmezetlenek voltunk, nem igazán azt játszottuk, amit kértem. Védekezésnél ugyanúgy olyan hibákat vétettünk, és olyan eladott labdákat adtunk oda az ellenfélnek, amiből egyértelmű volt, hogy tehát ebben a végjátékban nem lehet ilyen hibákat véteni, tehát olyan helyzeteket vállaltunk el, ami nem kellett volna. Ugye ott, amikor át kellett volna passzolni az zónát, ott beletettük éppen a középen védekező játékos kezébe a labdát, tehát én úgy gondolom, hogy egyértelműen fegyelmezetlen volt a csapat. Körülbelül ez lett a vége. A Vasas edzője, a játékosként korábban Nyíregyházán is szereplő Krivacevics Dragoljub örült annak, hogy a hajrában maguk javára tudták fordítani a mérkőzést. Mutattunk, hogy van széve a csapatban, amikor legfontosabb volt, a legfontosabb pillanatban volt mindig játékos, aki tud vállalni, és mondjuk zóna is jól működik egyik periódusban a végig. Szeretünk egy agresszív játék játszani, ami mutatunk is egész mérkőzésen letámadás, de néha megálltunk zónába, ami hozta a siker most ezen a mérkőzésen. Sajnálom a nyíregyházai csapat, mert tényleg tudom, hogy sok sérülés is van, meg beteg, meg sok siker is kívánok neki, egész év jó szereplés is volt, úgyhogy sok siker kívánok neki tovább. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 15 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az egyaránt 14-3-as mutatóval álló Vasas Akadémiát és Szegedet. Az NKS pénteken a Kecskemétet fogadja. Híradónk végén legfontosabb híreink következnek röviden. Idén is március 31-ig kell befizetni a kamarai hozzájárulást a gazdálkodó szervezeteknek. A vállalkozás méretétől függetlenül ez egységesen 5000 forint. A kötelezettség közel 30 ezer szervezetet érint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Akik ezt nem teljesítik, azoktól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtási eljárásban szedi majd be az összeg kétszeresét. Csak a múlt héten 84 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője arról tájékoztatta televíziónkat, még mindig érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Így a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos a tűzgyújtás, és nem szabad avart és kerti hulladékot sem égetni. Mintegy 90 tagot számlál a nyíregyházi ukrán nemzetiségi közösség. Ők tartották meg hétvégén már hagyományosan az Ukrán Kultúra Napját. A résztvevők egy kis ízelítőt kaptak az este folyamán az ukrán népművészet, festészet, költészet és zene legszebb alkotásaiból.
A Kölcsei Televízió híradóját látták március 6-án hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk Önöket, híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik az átlagosnál enyhébb időjárás, egy mediterrán ciklon vonul kelet felé, ismét nagy nedvesség tartalmú levegő érkezik térségünkbe, éjjel erősen felhős lesz az ég, majd estétől átmenetileg felszakadozik a felhőzet, esőzápor egyaránt előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, így hajnalra néhol kötfoltok képződhetnek, reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, legfeljebb délelőtt lehet még kevés napsütés, estétől kisebb eső, zápor előfordulhat, a változó irányú szél mérsékelt marad, délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Szerdán még felhős időre számíthatunk, eső, zápor is lehet, majd a hét további részében több órás napsütése már mindenütt van esély. Jelentősebb változás vasárnap várható, akkor egy hidegfronthoz ismét felhős csapadékos időt. A hét végéig ismét enyhülnek a nappalok, sőt szombat még az éjszakák is fagymentesnek ígérkeznek. Ezekben a napokban rohamosan hosszabbodnak a nappalok nagyjából 3-4 perccel naponta.